Köszöntöm Önöket az Igaz Gyöngy műsorban. Mai vendégem életében már nagyon korán nyilvánvalóvá vált a tehetség azokon a területeken, ahol ma is dolgozik. Kisiskolás korában már szabadlóversenyeket nyert, gimnáziumban a helyi tévé híradóját vezette, ma pedig a Paks FM ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. Erről az életútról fogunk ma beszélgetni, és persze arról, hogy hol van Isten a történetben. Vendégem Strasser Andrea, köszöntelek Andi a stúdióban, nagyon örülök, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Szóval régóta rádiózol, nagyon régóta, majd beszélünk erről. Biztos nagyon sok interjút készítettél, szoktál amúgy a mikrofonnak a másik oldalán is ülni? Amúgy szoktam. Az interjú készítést azért nagyrészt a nagyszerű kollégáim elvégzik, de valóban a több mint 25 év alatt, hogyha a tévés rádiós mutat együtt nézzük, nagyon sok interjút készítettem már, de egyébként nagyon sokat adtam is, de ilyen interjút, amit most fogok adni, ilyet még nem adtam. Úgyhogy ezután nagyon örülök, hogy te kérdezel. Aha. Szuper. És mit jelent az, hogy ilyet még nem adtál? Hát a téma nyilván, amiről szó van, mint a rádió vezetője nyilván nagyon, tehát előfordul, hogy nyilatkozom, számot kell adni időnként, de hát érdekes, hogy ezt kérdezed, mert pont egy pár hónappal ezelőtt talán mondtam a férjemnek, hogy tudod, én már annyi interjút adtam az elmúlt 24 év alatt, de egyetlen egy ilyen interjú alatt sem beszéltem arról, ami mondjuk a legfontosabb számomra, és a férjem nagyon kedves volt, megnyugtatott, mondta, hogy ne izgulj, nem azt kérdezték. Okay. És nagyon, nagyon megnyugtatott, és aztán amikor megkerestél, uh-huh. akkor nyilván rögtön jött a gondolat, hogy na, most azt fogják kérdezni, most elmondhatod. Úgyhogy Ági, használ az úr, remélem ezt tudod. Na, akkor most azt fogom kérdezni. Okay. Akkor kezdjük mindjárt az elején a történetedet. Beszélgettünk, és azt mondtad nekem, hogy minden ember életében vannak keresési pontok, így a megtéréssel, az Istennel való kapcsolatban. Mit értettél ez alatt? Mit értesz ez alatt, és a te életedben hol voltak ezek a pontok? Igen, valóban mondtam ilyet. Arra gondoltam, hogy amikor az ember megtér, akkor onnantól kezdve egészen másképp tekint vissza az addigi életére, uh-huh. egy egészen más perspektívából látja. És egészen egyszerűen felismeri azokat a, ezeket neveztem keresési pontoknak, ahol voltak olyan szituációk, beszélgetések, emberekkel való találkozások, bármi, ahol úgy érzi, hogy ő már kereste Istent. Persze aztán, amikor megtérünk, akkor megértjük azt, és rájövünk, hogy nem mi kerestük Istent, hanem végig ő keresett bennünket, mert ugye megvan írva, hogy ő előbb szeretett bennünket, és ha ő előbb szeretett minket, akkor előbb is keresett bennünket, csak esetleg nem úgy válaszoltunk, mert hogy a választ nekünk kell megadni, és azt egyébként akarni kell, és el kell dönteni. Úgyhogy ezt értettem az alatt. Hát ami az én életemet illeti, mi a húgommal egy olyan családban nőttünk fel, ahol nem volt hívő sem a család, sem a rokonság, sem a baráti társaság, egyáltalán soha nem volt szó Istenről, Jézusról, nem volt senkinek, nem volt Bibliánk otthon, és egy teljesen átlagos gyermekkorunk volt, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy talán az anyai nagymamám volt az, aki mindig emlegette, hogy hát őt mindig a Jóisten segítette meg, mert jegyezd meg kislányom, hogy engem mindig a Jóisten segített meg, amikor nem tudtam a hadgyereknek enni, adni, és nagyon érdekes, mert ő sem járt közösségbe, ő sem járt templomba, egyáltalán nem ismerte a Bibliát, nem is volt neki Bibliája. És akkor, miután én 19 évesen megtértem, és aztán a húgom is eljött a gyülekezetbe, ő is megtért, aztán anyukám is eljött, és aztán a nagymamám, a nagymamám 73 évesen szintén eljött a gyülekezetbe, kiállt a gyülekezet elé, megvalotta az ő hitét, befogadta Jézust a szívébe, és egyébként még aznap bemerítkezett a paksi taruszodába, és ez azért fontos, azt gondolom, mert ugye ilyenkor szeretünk viselkedni, úgyhát. Az én bizonyságomra, ugye, az én nagymamám. De hogyha visszatekintek, már egy egészen más perspektívából, akkor tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ő volt az első, aki hirdette számomra. Egyébként azt tudta hirdetni, amit megélt, mert mindig az a jó, ha arról tudunk beszélni, vagy arról beszélünk, amit tényleg megéltünk és átéltünk, hogy Isten jó és gondviselő. És hogy kerültél keresztényekkel kapcsolatba? Tehát hogy jött el az a pont, amikor a döntést meghoztad? Igen, tehát ő ezeket a dolgokat így mondogatta, nagyon érdekes, hogy tőle kaptam egyébként az első ilyen gyerek, keresztény gyerekkönyv volt, nem Biblia, de nem is értem, hogy ott a 70-es, 80-as években honnan tudta ezt beszerezni.
És aztán, ahogy cseperedtem, olyan 13 éves lehettem, amikor egyszer csak mondtam apukámnak, hogy én szeretnék egy Bibliát, és akkor ő hozott nekem egy ilyen gyerekbiblia, volt egy ilyen képregényes, nagyobb kiadvány, és azt úgy tövire hegyére engem, az borzasztóan érdekelt. És aztán nyilván teltek az évek, az ember ugye megpróbál imádkozni, akkor esténként azt hogy is kell, biztos Istentől kell kérni a dolgokat. Aztán volt egy időszak a gimnázium éveim alatt, amikor hát kigondoltam, hogy hát biztos akkor ugye el kell menni biztos a templomba, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Én például egyáltalán nem tudtam még azt se, hogy hogyan kell templomba járni, vagy mikor kell. Tehát például nem tudtam azt, hogy van a nagy mise vasárnap délután, és arra illik elmenni, hanem valahonnan hallottam, hogy van a vasárnap esti mise, és akkor például oda eljárogattam, de ott is azt szerettem a legjobban, amikor vége volt a misének, és akkor imádkoztam. És egészen egyszerűen 19 éves voltam, amikor az egyik barátnő felhívott telefonon, és azt mondta, hogy képzeld el, én elmentem egy gyülekezetbe, és megtértem, és jövő héten lesz egy ugyanilyen alkalom, nincs kedved eljönni. Ugye szoktuk mondani, hogy ez milyen egyszerűek ezek a meghívások, igen. És én rögtön mondtam, hogy én el akarok menni. És ami fontos talán ebben a történetben, hogy ugye ott a 90-es évek elején vagyunk, amikor nagyon sok minden megváltozott és felszabadult Magyarországon, ugye a rendszerváltás után nagyon sok gyülekezet alakult, vagy jelent meg, vagy került a felszínre, és abban az időben kezdett el a mi városunkban is alkalmakat tartani a hídgyülekezete, aminek úgy híre volt. Vajon mi lehet ott? Annak úgy híre volt. És én oda mentem el, és végigültem az Isten tiszteletet, ami nagyon tetszett, és amikor a végén a lelkipásztor azt mondta, hogy ha most úgy vagy itt, hogy még nem fogadtad be a szívedbe Jézust, akkor te kijöhetsz most ide a gyülekezet elé, és ezt megteheted. És akkor én kimentem, egyébként többet magammal, tehát emlékszem arra, hogy azokban az időkben nagyon, nagyon aktív volt a gyülekezet, és nagyon sokan keresték fel ezeket a gyülekezeteket, és minden este, tehát minden héten, ezeken az esteken többen voltak kint, akik meg akartak térni, akik akartak valamiféle változást, és tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor a pásztor elmondott egy imát, amit mi mondtunk utána, és elmondtam azt, hogy köszönöm Istenem, hogy itt lehetek, és kérlek, bocsáss meg mindent, amit eddig ellened vétettem, és kérlek, hogy jöjj be most az én szívembe, és innentől kezdve veled akarok járni, akkor ez egész egyszerűen megtörtént, és azt onnan tudtam, hogy már aznap este is nem tudtam aludni, emlékszem, hogy csak ültem az ágyba, és éreztem ezt a wow hatást, hogy valami nagyon fontos dolog történt most velem, és csak mosolyogni tudtam az ágyban, és egészen egyszerűen, amit az előbb is mondtam, hogy egy ilyen 180 fokos fordulattal egészen másképp kezdtem el gondolkodni dolgokról, ami a Bibliának volt köszönhető, amit nyilván ott a testvérek közössége nagyon aktív volt egymás felé, és ott aztán elmagyarázták egy-két nap, hét múlva, hogy hát azért van ez a Biblia, ez az eredeti, ez a fekete, ez a vaskos, ezt ugye lehet olvasni. Aha. És ott mondtam, hogy nyilván ezt nem, ezt biztos nem lehet elolvasni. És mondták, hogy figyelj, és ott ilyen praktikus tanácsokat adnak, hogy figyelj, van ott az a háromnegyed élen, ott az új szövetség, ott kezd el, ott Jézusról van szó, és akkor úgy haladj. És kinyitottam, és nem csak, hogy tudtam olvasni, hanem tudod, amikor iszod, és érted, és amikor van egy fél mondat, vagy csak egy rövidke, bármi, amit mondjuk Jézus mondott, és azt veszed észre, hogy nem percekig gondolkozol rajta, hanem hetekig dolgozik benned, és formál, tehát egyszerűen formálja az embernek a gondolkodásmódját, a látásmódját, és hát nagyon sok igevers volt abban az időben hatással rám, és hogyha elmondhatok kettőt, amikor az Új Szövetségben ugye Pál apostol a Filippi beliekhez ír levelet, ott volt két ige szakasz, ami meghatározta mondjuk a gondolkodásmód váltásomat, mert ugye Pál apostol azt mondja, hogy változtassátok meg a gondolkozásmódotokat, ugye ezt hívjuk mi megtérésnek. És a harmadik részben van egy ilyen ige szakasz, hogy de egyet cselekszem. Azokat, amik hátam mögött vannak elfelejtvén, és azokat, amik előttem vannak, azoknak neki dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusnak onnan fentről való elhívásának a jutalmára, és biztos
Én a mai fejjel is, vagy én is már a mai fejemmel azt gondolom, hogy most mit akar elfelejteni egy 19 éves lány, vagy minek akar hátat fordítani, de én tényleg úgy éltem meg akkor, hogy én mindennek hátat akarok fordítani, és tudod, ezzel a nagy, ezzel az első tűzzel, amiben egyébként barátaimat és rokonaimat is megbántottam bizonyos dolgokkal, mert csak ez érdekelt. És a nekidőlés pedig azt gondolom, hogy azért fontos, mert hogyha két lábaddal állsz valamin, az egy nagyon jó dolog, főleg, hogyha Krisztus a kőszikla az, amin állsz. De amikor valaminek nekidőlsz, akkor ott teljes bizalom van. Ott már akkor tényleg arra hagyatkozol. A másik igevers pedig a négyes részben utána található, amikor azt mondja az ige, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nekünk előtte, a megtérésünk előtt pár évvel váltak el a szüleink, és ez egy nagyon szomorú történet volt nyilván, és mi akkor nagyon sokat szomorkodtunk otthon a hugommal, anyukámmal, nagymamámmal, kvázi így együtt éltünk, és hát ez egy csodálatos dolog volt, hogy én örülhetek, hogy van öröm. Tehát ez létezik, hogy én örülhetek, és ugye ezek az ige versek utána úgy folytatódnak, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a ti szíveteket, imádságaitokban és könyörgéseitekben, és az Istennek értelme, amely mindent felülhalad, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat és szíveiteket a Krisztusban. Egyébként milyen jó, hogy nem azt mondja, hogy meg fogja adni minden kérésetek, ilyen is van, de az, hogy megőrzi a gondolataimat és a szívemet, ezek az ige versek alapvetően határozták meg azt, hogy én hogyan akarok a továbbiakban élni, gondolkodni, és csak még egy igevers, ugye azt mondja, mert nagyon jó, hogy továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, nagyon jó a felsorolás, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Hát elképesztő, hogy elkezdődtek ezek a változások az életedbe. Amúgy ez az igen nagyon tetszik nekem, és nagyon szeretem, amit mondtál, hogy mindenkor örüljünk. Tehát az, hogy Istenben tudunk önmagában azért örülni, hogy ő szeret bennünket, hogy megváltott bennünket, bármi történhet körülöttünk, ő tudja adni ezt az örömet. Engem ez mostanában nagyon sokat foglalkoztat, hogy tényleg tudjam elvenni ezt Istentől, hogy minden körülménytől függetlenül benne tudjak folyamatosan örülni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt az igét említetted, és aztán lett egy másik örömöd is, nem sokára, mert hamarosan megismerted a férjedet. Ez hogy történt? Ehhez is köze volt már Istennek? Igen, hát ott tulajdonképpen rendkívül gyorsan történtek velem utána a dolgok, mert nem csak, hogy a hugommal együtt nagyon nagy lendülettel vetettük bele magunkat a gyülekezeti életbe, nekünk minden este valami programunk volt, mert hol bibliaiskola volt, hol gyülekezeti háztakarítást, rendkívül elfoglaltak voltunk, és tényleg ez töltötte ki a mindennapjainkat, miközben egy teljesen átlagos lány voltam. Tehát leérettségiztem, elkezdtem levelezőn a főiskolát, nekem művelődés szervező a végzettségem, elkezdtem dolgozni, tehát egyébként egy átlagos életem volt, de aztán nagyon gyorsan megtörtént velem, tulajdonképpen megtérésem után egy másfél évvel, hogy mennyasszony lettem, és rá egy olyan kb. Fél évre össze is házasodtunk Tamással, és tehát én tulajdonképpen 21 évesen férjhez mentem, és talán az a legfontosabb a férjemmel való megismerkedésünk és kapcsolatunk kapcsán, hogy amikor megtértem, akkor nyilván megismerve a Bibliát, látva a gyülekezetbe a párokat, a párkapcsolatokat, a házasságokat, amik akkor jó példának tűntek, megértettem azt, hogy én hozhatok olyan döntést, hogy egy olyan párt választok, ha jön az a fiú, aki ugyan ebben mozog, mint amit én most elkezdtem átélni, és úgy gondoltam, hogy én ezt egész életemben már csak így fogok tudni élni, és azt világosan láttam, hogy ez nem úgy lesz, hogy majd én elmegyek hetente egyszer a gyülekezetbe, a férjem addig teszi a dolgait, és akkor mi a többi napon meg együtt leszünk, hanem majd szolgálni akarom Istent, és nyilván akivel megosztom az életemet, azzal együtt akarom szolgálni, és itt nem arra kell gondolni, hogy majd lesz valami titulusunk a gyülekezetbe, hanem arra, hogy ha az is szolgálat, hogy bemész a munkahelyedre, és hogy kommunikálsz a kollégáiddal. Tehát hogy egy szolgáló életet akarunk élni,
És hát arról nem is beszélve, hogy ugye azt mondja Jézus a Máté evangélium végén, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, tehát az, hogy én tanítványá válhatok, és utána másokat is tanítványá tettek, tehát hogy lesz az, hogy majd ő azt nem tudja, vagy nem érti, tehát. És hát végül is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, illetve az, ami az igében is megvan írva, hogy nyilván nagyon tetszett hajadonként az az ige, hogy ugye nem egy kettes, tehát egy kettes kapcsolatról, nem egy hármas kapcsolatról lesz szó, mert azt mondja az ige, hogy a hármas kötél nem egy hamar szakad el, nem egy könnyen szakad el, és én azt gondolom, hogy most egyébként hozzá kellett volna tennem az elején, hogy azért arról bizonyságot tenni, hogy milyen jó az ember házassága, azt úgy akkor illik szerintem, amikor már az 50. házasság évfordulónk, szóval tényleg nem akarok ilyen. Na azért nektek is van már egy szép kerek évforduló. Igen, lesz a idén nyáron a 25, uh-huh. Valóban, de hát nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy hát a kiházasságban él tudja, hogy ez egy kemény munka azért. De nagyon sok minden van, amiben együtt gondolkodunk. Tehát például soha nem... Tehát mi például soha nem vitatkozunk, azon volt egyszer az életünkben egy nagyon nehéz időszak, nem egymással volt nehéz dolgunk, hanem valami külső tényező volt, és akkor például megbeszéltük és megtanultuk azt, hogy tehát mi soha nem vitatkozunk azon, hogy kinek van igaza. Jézusnak van igaza. Tehát Jézusnak van igaza. Nem neki van igaza, nem nekem van igaza, Jézusnak van igaza, és amikor azért visszaigazítjuk magunkat ugye ehhez az igazsághoz, akkor mindig újra egymásra orosz. Találunk. Tehát talán ezek a legfontosabbak a Tamással való kapcsolatomra és éveimmel kapcsolatban. És egyébként mondtál valamit a válásról. Ezt még szeretném, hogyha elmondanád a testvéreddel, megegyeztetek valamiben. Uh-huh. Mikre emlékszel? Na ugye? Ez nagyon megragadott engem. Annyira aranyos. Tényleg, igen. Hát amikor én 15, a húgom 13 éves volt, amikor elváltak a szüleink, és hát akkor nyilván az egy nagyon nehéz időszak a szülők és a gyerekek számára is, egy nagyon szomorú történet, és a húgommal mi tulajdonképpen így megbeszéltük egy alkalommal, és arra nagyon világosan emlékszünk, hogy mi most ígérjük meg egymásnak, hogy mi nem fogunk elválni. És tulajdonképpen mikor megtértünk, vagy miután megtértünk, és megismertük Istent, az ő igéjét, és azt, hogy ő hogyan tud megtartani minden helyzetben, akkor tulajdonképpen akkor értettük meg, hogy ez meg lehet a mi számunkra, hogy majd úgy indulunk neki. Minden dologhoz két ember kell, de nagyon érdekes dolog ez a... Én azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkozunk a hűséggel, és az emberek úgy elhatározzák, hogy hűségesek akarnak lenni, de azt gondolom, hogy nem azt kell elhatározni. Nem azt kéne elhatározni. Tehát én úgy gondolom, hogy a hűség az már csak valaminek a következménye. Előtte van nyilván a döntés, hogy akkor azt mondjuk, hogy együtt akarunk élni, és én igazából a hűség egy következmény, nagyon sok mindennek a következménye, különböző döntéseknek, a döntésnek és az akaratnak. Tehát igenis el kell dönteni, nem csak ott, amikor örök hűséget fogadtok egymásnak, hanem utána akár nap mint nap, vagy újabb és újabb szituációkban el kell dönteni. Én eldöntöm azt, hogy én a hoppácska, ha egy kicsit úgy érzem, hogy eltávolodunk, vagy gondjai vannak, vagy én reagálok másképp sokszor, akkor újra el kell dönteni, hogy én ezt vele akarom végigcsinálni. Én akarom szeretni a férjemet. Én akarom szeretni. És nem, tehát nagyon jó dolog az, hogy ugye hűségesek akarunk lenni. Na az, hogy a másik hűséges legyen, azt aztán nagyon elvárjuk. De a hűség az csak egy következmény szerintem. Tehát sok minden mást kell eldönteni addig azon az úton, és mi például nagyon érdekes, hogyha valamiben nagyon nem stimmelünk, akkor nem az imakamránkba vonulunk el elsősorban, hogy majd akkor Istennél ugye jó, kiduzzagom magam, és akkor változtasd meg őt, ugye, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell változnom, hanem megbeszéljük, és pontosan ugyanúgy beszéljük meg, mint hogyha az imakamránkban az Úrral beszélgetnénk, tehát hárman vagyunk, és akkor újra átnézzük, hogy akkor hogy is van ez a történet.
Na hát ilyen házasságban biztos, hogy jó lehet a gyerekeknek is felnőni. Tudom, hogy már nagyok. Ők is ezen az úton járnak veletek? Aha, jó. Szóval azért tisztázzuk, nálunk is vannak viták. Tehát, okay. És ezt a gyerekeink tudják a legjobban, tehát lehet, hogy a gyerekeim fogják elsősorban mondani, hogy anya, olyan képutató voltál ott a Pax TV-ben. Na, tehát, nem hiszem én ezt. De nyilván, tehát, tehát nyilván, aki ismer bennünket, tehát mi is hozunk rossz döntéseket, és kommunikálunk nem olyan szépen egymással, vagy akár mással is. Igen, hát a házasság gyümölcsei, a két gyönyörű gyerekünk, Eszter lányunk 21 éves, mérnökinformatikus lett, és egyébként már itt él Budapesten, és éppen ma államvizsgázik, képzeld el. Úgyhogy ez egy nagyon fontos nap volt mindkettőnk számára, és egyébként már dolgozik egy fantasztikus cégnél, és gyakornokként van ott, úgyhogy hát gyönyörű és nagyon okos. A fiunk pedig 18 éves, Ábner, ő utolsó éves a gimiben, és hát bőszen gondolkodik azon, hogy mi legyen belőle. Egyébként ő az elmúlt évet Amerikában töltötte, és ott tanult, és élt kint egy családnál, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt végigcsinálta. De ami a kérdésedet illeti, hát annak idején, amikor még a gyerekek kisebbek voltak, akkor mondta egyszer Tamás, hogy tudod, olyan jó ez, hogy majd a gyerekek így fognak fölnőni, és akkor látják, hogy mi hogyan gondolkodunk, vagy hogyan állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, de azért olyan jó lenne, ha az ő életükben is lenne egy olyan pont, tudod, ami nálunk volt a megtérés, hogy úgy érzed, hogy mostantól kezdve valami egészen más történik veled, és hát úgy látjuk, hogy ez a lányunk életében megtörtént, amikor ő 18 éves volt, egy olyan alkalomról jött, úgy jött haza, ahol egyébként mi nem voltunk ott, imádkoztak érte, és ott akkor az alatt, az ima alatt egyszerűen ő úgy érezte, és a következő napokban, hetekben erről bizonságot tett, hogy teljesen megfordult vele minden, onnantól kezdve elkezdte érteni ő is a Bibliát, ugye amikor meghozod a döntést, ugye a döntés és az akarat, az ugyanúgy a megtérésedkor is kell, tehát akarnod kell hinni, és amikor meghozod azt a döntést, és ott van az az akarat, akkor ugye ez egy szellemi valóságban ugye manifesztálódik, és ugye gyakran tesznek bizonságot erről testvérek, hogy lehull a lepel, és egyszerűen értem a Bibliát. Anyukámnak van erről nagyon jó bizonyság egyébként, hogy mondta, hogy na, adjátok ide, lányok, majd én is elolvasom akkor, hogy mi ez az egész. Jaj, hát ebből semmit nem lehet érteni. És amikor megtért, akkor teljesen, tehát minden megnyílt, és mindent értett, és itt a könyveket és a szavakat. Tehát a lányunk úgy tűnik, hogy hát ez is egy olyan dolog, amiről sok év múlva illene ugye, bizonságot tenni, de hát ő még nagyon fiatal, de úgy látjuk, hogy igen, ő ezt a döntést meghozta, és ezen az úton szeretne járni, és van a közösségünkben egy kis tini csoport, és egyébként ő hazajár még Paksra, és ott vezeti ezt a kis csoportot, és foglalkozásokat, filmezéseket, és tanításokat szerveznek kik, úgyhogy nagyon jó. Nagyon jó. Ha már a gyerekekről beszélünk, akkor ugorjunk most vissza egy nagyot a te gyerekkorodba. Ugye az elején említettem a bevezetőben, hogy már ekkor látszott, hogy tehetséges vagy bizonyos területeken, hát ahol ma is dolgozol. Mindig is a média világába készültél, vagy hogy kezdődött ez ott a kisiskolás korodban? Igen, az elején olyan szépen elmondtál, mint meg is lettél. Tehát nem készültem, hanem csak úgy megtörtént velem. Egészen egyszerűen én 16 éves koromban, amikor még gimnazista voltam, a helyi tévéhez kerültem. Egy ilyen versmondó valamilyen rendezvényen voltam, és ott volt egészen véletlenül az akkori főszerkesztője a helyi televíziónak, és egészen egyszerűen odajött hozzám, és azt mondta, hogy neked tévézned kell. És akkor én elhittem neki, egyébként nagyon, nagyon, nagyon naív és labilis kislány voltam, és én mindenkinek mindent elhittem, és mondtam, hogy persze, akkor megyek, és onnantól kezdve nyilván csak így külsősként egy-két feladatot kaptam, és aztán egyre többet a kamera előtt, aztán pedig interjúkat készítettem, aztán saját magazinom lett, szerkesztettem, tehát egy ilyen 3-4-5 éves időszak volt, és aztán ezzel teljesen véletlenül, de teljesen párhuzamosan, ott a 90-es évek közepén járunk, az én apukám üzlettársaival együtt megcsinálta a helyi rádiót a városban, és 2 éve működött már a rádió, amikor én 22 éves voltam, akkor apukám egészen egyszerűen megkeresett, és azt mondta, hogy
hogy hát ők úgy gondolják az üzlettársával, hogy előbb-utóbb ugye a családi vállalkozásba a gyerekekbe kéne, hogy jöjjenek, és hát ha én tévézni tudok, akkor biztos el tudok vezetni egy rádiót is, 22 évesen, és én menjek, és én ezt csináljam meg. És hát azt tudni kell, hogy ott azért a válás utáni években voltunk, és azért nem volt nekünk egy ilyen felhőtlen kapcsolatunk, nem is igazán tudtunk őszintén beszélni, de mégis valami miatt ők úgy gondolták, hogy én menjek, és ezt oldjam meg. Viszont pedig akkor nekem már nagyon jó munkáim voltak, tehát én a városban ragadtam, és nagyon sokféle melón volt. Tehát rendezvényeken hivatalosan alkalmazott az önkormányzat szavalóként, az atomerőműben, a látogatóközpontban kommunikációs feladataim voltak, látogatócsoportokat vezettem, tehát hihetetlenül színes sőt, volt még a paletta. Esküvőkön is szavaltál, ha jól igen, ott is, igen, 2 éven keresztül minden szombaton és vasárnapot voltam a hivatalban, és reggeltől estig esküvőkön szavaltam. És ez egy ilyen nagyon színes kavalkád volt az életemben, és hát én egyébként azt mondtam akkor apukámnak, hogy hát ezt nem, tehát biztos, hogy nem. És aztán mégis eltelt egy pár hónap, és mégiscsak oda lyukadtunk ki, hogy akkor én ezt elvállalom, és tulajdonképpen így kezdtem el 22 évesen. Igaz, hogy főnökökkel és tulajdonosokkal a fejem fölött és alkalmazottként, tehát akkor még nem tulajdonosként, de dolgozni, és hát próbálni megcsinálni és megállni a helyemet ebben a történetben. És aztán nagy fordulat volt a történetben az, amikor 2010-ben, ha jól emlékszem, tulajdonosok lettetek a rádióban. Ez hogy történt? Hát igen, ez egy olyan dolog, amire úgy semmiféle... Tehát semmiféle jel nem mutatott arra, hogy ideje korán mi tulajdonosokká, vagy én tulajdonossá válok, az nyilvánvaló volt, hogy nagyon össze, tehát nagyon régóta, tehát 24 éve vagyok a rádió élén, tehát nagyon összekötik a városban is a személyemet a rádióval, és ez már akkor annó is így volt. Tulajdonképpen egy olyan 10 év után, hogy a rádió élén álltam, az történt, hogy apukám a tulajdonostársával konfliktusba került. És akkor elkövetkezett, és tulajdonképpen egy ilyen cégszétválásra került sor, több tevékenysége volt a cégnek, ezért volt nagyon bonyolult szétszedni, és tulajdonképpen azon ment a húzavona 2,5 évig egyébként, hogy ugye kihez mi kerüljön. És én ugyanebben a történetben nem voltam benne, mert a tulajdonosok között zajlott a dolog, de mégis nagyon aktívan benne voltam, mert egyrészt segítettünk apunak, másrészt meg annyira hozzám kötődött a rádió, és annyira én tudtam mindent, a jogszabályokat, tehát hogy most ezt akárhova is kerül, majd hogy megy nélkülem, vagy hogy lesz. És hát nagyon érdekes időszak volt egyébként, apuhoz került a rádió, és akkor, amikor hozzákerült, és ő lett az egyedül tulajdonos, akkor ő nagyon gyorsan kijelentette szinte másnap, hogy ő ezt nem akarja csinálni, és úgy döntött, hogy eladja a rádiót. No. Uh-huh. És akkor mi Tamással egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, jó, akkor mi megvesszük. És akkor következett még egy nagyon terhes 2,5 éves időszak. Tudni kell erről az 5 éves időszakról, hogy... Nagyon, nagyon nehéz éveket éltünk akkor, rengeteg konfliktus volt, és nagyon sok vita, és csúnya viták is voltak, amiben mi is részt vettünk, és azt hiszem, hogy az volt a tulajdonostárstól és az aputól való elválás is tulajdonképpen nem ment könnyen, és talán az volt a legfontosabb, amit megtanultam ez alatt az időszak alatt, vagy megtanultunk, hogy amikor az ember azon vitatkozik a másikkal, hogy te kinek van igaza, ugye, amit az előbb beszéltünk. Na, ez volt az a szituáció, amit az ember előbb említettem, hogy megértettük azt, hogy tehát az ember ilyenkor azt várja, hogy Isten leszálljon, és akkor az ő mennyei igazság szolgáltatásával igazat adjon nekem, mert hát én vele járok, én hozzátartozok, hát biztos, hogy nekem van igazam. És nagyon kemény történések mentén meg kellett értenünk azt, hogy nekünk nincs igazunk, de a másik félnek sincs igaza, Jézusnak van igaza, és meg kellett érteni a dinamikáját annak, ahogy Isten dolgozik. Tehát, hogy ugye megvan írva az igében is, hogy,
Azt mondja az Úr, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Tehát mi lehet, hogy meg akartuk ezt a helyzetet valamilyen módon oldani, de ő egészen másképp akart ebben működni. Egészen másképp akart ebben dolgozni. És mindig az a kérdés, hogy adod-e magad erre? Megérted-e azt, hogy ő hogyan akar dolgozni? Hogy lehet, hogy ő igenis ebben az időszakban meg akarta szólítani mondjuk rajtad keresztül a másik felet. Vagy hát ugye azt, hát persze tudjuk, hogy igen, őt is Isten teremtette, de azt mindig, és őt is ugyanúgy szereti, de azt mindig, azt már nem tesszük hozzá, de Jézus érte is meghalt. Tehát meghalt. Tehát a legtöbb. Úgyhogy hát volt egyébként egy nagyon, nagyon érdekes szituáció ott abban az időszakban, amikor már úgy nézett ki, hogy a vita arra felé dől, hogy apué lesz a rádió, holott mi már nagyon mindannyian nagyon el voltunk fáradva ebbe az egész dologba, és emlékszem, hogy egyszer este mentem az autóval, és hát akkor nagyon jókat lehet imádkozni este az autóban. És akkor ugye az ember azt gondolná, apué lesz a rádió, jó, de nem kell, nekem már nem kell semmi, senki nem kell, senkinek semminek, mert csak legyen már ennek vége, már csak úgy volt vele az ember, és amikor ott volt egy ilyen fordulat, hogy akkor úgy tűnik, hogy ő viszi tovább a rádiót, akkor mentem haza az autóba, és csak annyit tudtam mondani Istennek, hogy Uram, csak azt mondd meg nekem, hogy miért van neked szükséged a rádióra. Mert ugye azt gondoljuk, hogy ha az övé lesz, akkor az enyém lesz, akkor majd nekem van szükségem. Neki szüksége. Ha nekem azért van rá szükségem, mert neki van szüksége. És ott akkor abban a pillanatban megértettem az ő válaszából azt, hogy neki az ég egyet a világon semmire nincs szüksége. Akkor ott nagyon beégett, és nagyon megtanultam. Mindazonáltal minden az övé. Egészen egyszerűen az volt a válasz, hogy nem nekem van szükségem rá, hanem neked. Vagyis neked. Vagyis nekem. Aztán. És ez azért nagyon, azt hiszem, hogy pont ezek a dolgok egyébként, amiket nem is kéne elmesélni, hanem ugye vannak azok a dolgok, amiket a háztetőkről kell kiabálni, és vannak azok a dolgok, amit elég, ha a szívedben forgatsz. És azt hiszem, hogy ez végül is egy ilyen dolog, ki is vághatod. Tehát azért fontos ez a mondat, mert ugye gyakran jár úgy az ember, hogy amit az elején is mondtam, hogy van egy mondat, vagy szól az Úr, és sokkal több van mögötte. Sokkal több van mögötte, egy egész tanítás van mögötte, és akkor abban a mondatban tökéletesen benne volt az, hogy nekem nem azért van szükségem erre, mert nekem ez kell, vagy nekem ez én ezt akarom. Nem, nekem azért van erre szükségem, mert ez a feladatom, ez a munkám, és majd ebben és ez által fog engem tanítani, formálni a jellememet és mindent. Tehát sok egészen más dolgok voltak mögötte abban a bizonyos szükségben, mint amit így a fülével és az értelmével hall és ért az ember. Úgyhogy érdekes dolgokon mentünk keresztül, de egyszer csak ott álltunk valóban, hogy tulajdonos lettem, ami egyértelmű volt, hogy akkor ketten fogjuk így ezt Tamással tulajdonolni, és tulajdonosai lettünk a rádiónak. Na hát ennek, ha jól számolom, már 12 éve ennek a tulajdonosváltásnak. Hogy telt ez az időszak? Tehát hol derült ki az, hogy miért van neked erre szükséged? Hol formált Isten? Voltak-e még kalandok, küzdelmek, harcok? Hát a kérdés első felére válaszolva azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember mindig valami nagy keresztény dolgot vár. De én azt tapasztalom, valami nagy hitbeli cselekedetet, valami nem is tudom, tehát minimum Reinhard Bonnke, aki kiáll több ezeres tömeg elé. De én azt tapasztalom, hogy ez nem feltétlenül így van, hanem a mindennapokban. Tehát nekünk, ha ránk van bízva a rádió, akkor ránk vannak bízva először is a kollégáink. Akkor ránk vannak bízva a hallgatók, tehát nagyon sok minden van, amit tisztességesen meg kell csinálni, és el kell végezni azt a munkát, és hűségesnek kell lenni rajta. Viszont küzdelmek igen, hát azok voltak, mert tulajdonképpen egy olyan 6 évvel rá, hogy tulajdonosok lettünk, mi
elvesztettük a frekvenciát, és egy pályázat során, és úgy tulajdonképpen be kellett zárni a rádiót, úgy tűnt, hogy be kell zárni a rádiót, ennek itt vége, el kell bocsájtani a beosztottakat, az alkalmazottakat, és hát akkor ez eddig tartott ez a történet. És azt hiszem, hogy ebben a dologban az a legérdekesebb, hogy az ember akkor megint hogyan gondolkodik erről. Úgy gondolkodok, ahogy én gondolkodok, meg ahogy a látható szinten gondolkodhatok, vagy megértem azt, hogy ez másképp is lehet, vagy egyáltalán Isten mit akar ebből az egészből kihozni, és tulajdonképpen az történt, hogy ugye a Bibliában talán jobb esete a legjobb erre, ő neki van egy nagyon jó tanítása az élete során, mert talán ő volt az, aki a legtöbbet veszített. Tehát ő elveszítette ugye egy pillanat, egy nap alatt a családját, a vagyonát és az egészségét is. Ugye jobb van az a fantasztikus az ő történetében, és az a nagy tanítás, hogy ő azt mondta ezek után is, hogy az Úr adta, az Úr elvette. És nyilván voltak olyan pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy nekem így kell ehhez hozzáállnom. Tehát az Úr adta, az Úr elvette, megyünk tovább. Mindazonáltal mindig úgy éltünk, hogy mindig megbeszéltük, hogy mindenünk az Úré. És ezt nagyon komolyan gondoljuk. De aztán mégis megbeszéltük Tamással, hogy okay, ennek most itt vége van, de azért menjünk már el a végéig. Tehát nézzük már meg, hogy most akkor hogy is van ez. És akkor az nem egy ilyen karbatett kezű, hátradőlős várakozás volt, hanem a várakozás, amikor várakozunk, az is aktív kell, hogy legyen. Tehát nekünk ott abban az időszakban, akkor vegyük elő a jogszabályokat, a médiatörvényt, nézzük meg, telefonáljunk, hívd már föl, kérdezd meg, most biztos, hogy így van. És addig mentünk ezután a dolog után, még tulajdonképpen eltelt 2 év úgy, hogy nem kellett leállítani a rádiót, én ideglenes engedélyekkel sikerült mindig újra és újra ezt megtartani. Viszont nyilván nagyon-nagyon nehéz időszak volt, borzasztóan nehéz és megterhelő, rengeteg tárgyalással, és nekem volt legalább 3-4 alkalom a 2 év alatt, hogy nekem ki kellett adnom a közleményt, hogy most már tényleg itt a vége. De mindig, és amikor mégis elmentünk az ajtóhoz, igen, tehát mindig, amikor elmentünk az ajtóhoz, ami úgy nézett ki, hogy be van zárva, mindig megbeszéltük a Tamásról, de azért mindig nyomjuk le a kilincset. Hát, tehát értjük, hogy azt mondják, hogy be van zárva, de nyomjuk le a kilincset. És akkor mindig kiderült, hogy és volt, hogy csak résnyire nyílt az ajtó, és nyilván nagyon, tehát egy olyan időszakban volt ez egyébként 2016-ban, amikor éppen nagyon átalakulóban volt a rádiós piac Magyarországon, a hálózatos rádiók erősödtek azokban az időkben, és ugye hát egy ilyen nagyon, tehát nagyon nagy felháborodás volt a városban, tehát egy olyan mértékű szimpátia tüntetést mutattak a hallgatóink a városban, a vétel között, hogy elveszik a mi rádiónkat, és akkor tudod, tehát egy ilyen hihetetlen összefogás, és egy ilyen felfokozott állapot volt tulajdonképpen 2 éven keresztül. Ez gondolom, hogy ezt is inspirált, hogy menjetek tovább. Hát igen, ők mondták, és azt gondolom, hogy ebben a történetben pedig az az érdekes, ha már ezt így megemlítetted, hogy többen mondták nekünk, hogy ugye szólt hozzátok az Úr, hogy ez a tiétek lesz. Ez. És akkor mondtuk a Tamással, hogy mi inkább úgy fogalmaznánk, hogy nem szólt, hogy ne csináljuk tovább. Tehát biztos ismered azt a keresztény anekdotát, amikor a keresztény testvér nem kell föl reggel, és nem megy be a munkahelyére, és akkor megkérdezi a főnöke, hogy miért nem jöttél be a munkahelyedre számon kér, és akkor azt mondja a keresztény testvér, hogy hát nem szólt az Úr, hogy bemenjek, mert ugye hát mi megtehetjük ezt, mert ugye mi hát mégiscsak hozzá tartozunk. Hát igen, Isten nem szól minden nap, hogy csináld a dolgodat. Ő nem nyújt be minden nap kérvényt. És egészen egyszerűen megegyeztünk abban, hogy hát nem szól. Neked szól, nekem se szól. Jó, hát akkor menjünk be és csináljuk ma is. És azt gondolom, hogy ebből talán az volt számunkra fontos dolog, hogy
Tehát, hogy aktívnak kell lenni, tehát nem hátra dőlve várni, és dolgozni, és menni, és csinálni. Ez a feladatunk, akkor megyünk és csináljuk addig, ameddig csak lehet. Addig, ameddig csak lehet. És aztán hirtelen, nyilván még az fontos a történetben, hogy ez alatt a két év alatt nagyon, nagyon sokan, nagyon sokat segítettek nekünk. Szponzoraink voltak, akik, mert ugye ha nincs hosszú távú frekvencia engedélyed, nem tudsz pályázni, nem tudsz reklámszerződéseket kötni. Tehát borzasztóan nehéz időszak volt, de nagyon sokan segítettek bennünket, és minden hónapban ki tudtuk adni a fizetéseket, és senkit nem kellett elbocsájtani. Viszont nyilván ezek felül, az emberek felül, meg mi úgy gondolkodunk, hogy Isten használta őket, és ezt jó, hogyha tudják. Isten használta őket ebben a történetben, és mert nem tudunk másképp gondolkodni ebben, mert mi letettük az életünket, akkor tudjuk, hogy ott van, és mindenünk is ott van. És aztán két év után váratlanul, úgy hirtelen kiírták újra erre a frekvenciára a pályázatot, és tulajdonképpen újra tudtunk pályázni, és akkor megnyertük, és gondtalanul működünk azóta jelen pillanatban. Viszont, ha jól tudom, ekkor változtattatok nevet is. Az összefüggésben volt a frekvencia pályázattal? Igen, összefüggésben van tulajdonképpen. Ennek a rádiónak nem az volt a neve, ugye felkonferáltad az elején, hogy Paks FM, de ennek a rádiónak az volt a neve, hogy Fortuna Rádió. És én ezt annak idején, amikor elkezdtem csinálni, ezt így kaptam, így örököltem, és tulajdonképpen talán annyi az érdekes a történetben, hogy azt tudni kell, hogy egy rádiónak a nevét megváltoztatni nem annyira egyszerű, tehát az nem úgy van, hogy te csak úgy megváltoztatod, viszont amikor frekvencia pályázat van, akkor változtathatsz. És én egészen egyszerűen ennél a bizonyos második pályázatnál én ezt eldöntöttem. Nyilván volt benne mögé tettünk egyfajta marketinget is. Talán annyi a fontos ebből, hogy amikor a rádiót én 22 évesen elkezdtem csinálni, akkor nyilván 22 évesen is már volt három kis dolog, amit fölírtam, hogy ugye valami tervet, stratégiát kell, hogy legyen, hogy majd hogy fogod vezetni. 33-an dolgoztak akkor a rádiónál. 33 nálam idősebb, tapasztaltabb ember, jó, nagyon sok külsőssel, ugye általában, mint egy médiánál, de ez hihetetlenül nagyon, nagyon nehéz dolgom volt, de nyilván ugye a puci kislányoként, vagy a tulajdonos kislányoként azért ez egy támogató közeg volt, tehát mindig támogattak a kollégáim. És tulajdonképpen az első pillanattól kezdve rajta volt az én kis papíromon és a terveim között volt, hogy egyszer én annyira szeretnék ennek a rádiónak új nevet adni. És azt hiszem, hogy azt éltem meg, hogy hát türelmesnek kell lenni. Én tulajdonképpen 21 évet vártam arra, és mindig kerestem egyébként a lehetőséget, hogy új nevet szeretnék adni. De azért az nem olyan egyszerű, mert a hallgatók egyébként nagyon szerették. Uh-huh. Tehát nagyon szerették, és egyébként ők a mai napig az ő Fortuna rádiócskájuk nagyon szerették, és azt gondolják a mai napig is sokan, hogy hát biztos azért kellett nevet váltanod, mert erre biztos kényszerítettek téged. És egyébként már lenyilatkoztam, hogy ez nem, ez tulajdonképpen az én döntésem volt. Tehát új alapot akartunk itt is. És hiába voltam én már 2010-ben tulajdonos, az nem úgy van, hogy na akkor már igazán megtehetted volna, hogy új alapokra teszel sok mindent, ami úgy gondolod, hogy nem jó alap volt, vagy másképp szeretnéd. Nem, türelem. Tehát az ki kell várni. És hogyha számon kérik, nem, ez így van. Most majd eljön az ideje, türelem. És tulajdonképpen ennyi, hogy volt egy olyan koncepcionális váltásunk, amiből kifolyólag egy ilyen nemes egyszerűséggel ezt a nevet adtuk neki, hogy Paks FM, tehát semmi faxni. De nagyon fontos lépésnek tartjuk az életünkben és a rádió életében is, és a hallgatóink meg nagyon jó fejek, tehát ők elfogadták, és szeretik, és így megyünk, így dolgozunk most tulajdonképpen. Lassan vége a műsoridőnknek, de azért, hogyha kicsit még úgy összetudnád foglalni, hogy mit jelent neked most a rádiózás, meddig szeretnéd még ezt csinálni, szóval milyen szerepe van az életedben ennek az egész dolognak?
Hát én egyébként a rádióról, ha a rádióról van szó, nagyon sokat tudok beszélni, úgyhogy valóban erre itt már nincs idő. Ha megtehetem, hogy egy mondatban csak összefoglalom, én úgy gondolom, hogy a helyi rádiózás, az egy szóval el tudom mondani, mit jelent, az a közösséget jelenti. Az a közösséget jelenti ott és akkor. És abban mindenki benne van. Benne vagyok én, benne vannak a kollégáim, és benne vannak a hallgatók is. És hogy mit jelent nekem a hivatásomat, a munkámat, és ugyanakkor bármi, ami ha valaha jó is volt, bár ugye még Jézus is azt mondja, hogy ne mondjatok engem jónak, mert egy a jó az Isten. Tehát bármi is, ami jó volt, az minden az Úrtól volt, és az övé minden dicsőség. De jó. Hát köszönöm, hogy ezzel zártad. Jobb zárszót én sem tudnék, mert tényleg az egész életed erről szól. Tehát tulajdonképpen látszik, ahogy a tehetséget kiskorodban már kibontakozott, az az Istentől adott tehetséged, és aztán mentél tovább ezen az úton, és amikor megtértél, akkor az egészet letetted Istennek a kezébe, és vele együtt élted át mindezt, amin átmentél, közben rengeteg mindent tanított neked, amiket beépítettél, és mentél tovább. Szóval elképesztő számomra a sztorid. Nagyon-nagyon építő volt, nekem biztosan, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is. Nagyon köszönöm, Andrea, hogy mindezt elmondtad, és sok sikert kívánunk nektek még Pakson, ebben a nagy közösségben, és kívánom, hogy áldás legyen mindaz, amit csinálsz az egész város számára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, és azt az interjút, amit még soha nem csináltak meg velem. Hát nagyon örülök, hogy ez történt ma. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Igazán örülök, hogy megismerhették Andrát. Különleges volt ez a sztori. Várom önöket jövő héten is. Viszontlátásra!